Katonai tiszteletadással vette kezdetét a Szent László napi ünnepség Székesfehérváron, mely során Szent Lászlóra, mint a lövészkatonák védőszentjére emlékeztek. A történelmi zászlók érkezése után Ugris Tamás püspöki helynök, a Székesfehérvári Egyházmegye igazgatója mondott ünnepi beszédet, melyben egyebek mellett a szentek életéről értekezett. Utána pedig Pozderka Zoltán, a Magyar Honvédség szárazföldi parancsnokság, megbízott parancsnok helyettese szólt a megjelentekhez, aki beszédében szót ejtett Szent László érdemeiről és a lövészkatonák feladatairól. A lövészkatonák a legnagyobb létszámú fegyvernem a Magyar Honvédségen belül. Úgy lehet mondani, hogy ők adják a gerincét. Minden katona lövészkatonaként kezdi a pályafutását. A kiképzési rendszerünk így épül fel. A legalapvetőbb tudást itt tudják megszerezni, és ezután haladnak tovább más-más szakirányok felé. Pozderka Zoltán továbbá a katonai toborzás fontosságáról és mibenlétéről is beszélt. Most indult be egy toborzó kampányunk a tartalékos katonák toborzása céljából. Alapvetően itt is a lövész katonai képességekre számítunk. Ezt a lehetőséget nyújtjuk az érdeklődők számára, hogy ezt a kiképzést megszerezve tartalékos katonaként szolgálhatják saját kisebb régiójukat. A megemlékezés zárásaként a város, a honvédség, valamint a rendvédelmi szervek képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit Szent László szobránál.